A lovasberényt övező egykori ciráki birtok festői környezetében rendezték meg a 10. jubileumi borversenyt. A ciráki körpince egykoron messzeföldön híres volt, bora akár a móri nedükkel vetekedett. Ugyanúgy, mint más településeken máshol, és szépen úgy pozitív irányba rányomta a bélyeget a lovasberényi borokra. Tehát amikor kezdet-kezdetén indultunk ezekkel a dolgokkal, hát igen, csak húztuk a szánkszélét, hogy milyen borok vannak, de ma már elmondhatjuk, hogy itt is, mint máshol megtalálhatóak azok a technológiák, amelyek szépen kihozzák a gyümölcsnek a lényegét, hogy a szőlő igazából egy gyümölcsös bor készülhessen belőle. A mai találkozó nem titkolt célja az, hogy közelebb hozzák az elhagyott szőlőskerteket, az embereket a hegy levéhez. Hiszen, mint mondják, az csak akkor érzi jól magát, ha mindig vannak benne. Itt a helyieknek is jobban hozzá kellene állni, más hozzáállással, és akkor ez talán olyan lenne, hogy megyei szinten is elérni olyan eredményeket, ha nem az olyat, mint mór, vagy ezek, de szép eredményeket lehetne elérni. A lovasberényi hegyjárás hagyományt teremtett. A jófajta bor mellé birka pölkört járt. Egyfajta bónusz, a készfogás.